Az országgyűlés keddi döntése alapján kisebb árbevételű üzleteket is érinthet. Már 2017-től a napi fogyasztási cikkek árusításának tilalma, ha nem képesek nyereséget termelni két egymás követő évben. Az országgyűlésnek azért kellett újra szavaznia a kereskedelmi törvény december 9-én elfogadott módosításáról, mert azt Áder János köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte a parlamentnek.